A pénteki testületi ülés a választások előtti utolsó soros ülése a Tatai Önkormányzati Képviselőtestületnek. A bizottságok is ebben a formában utoljára üléseztek. A Humán és Ügyrendi Bizottság 9 napi rendi pontot tárgyalt ma. Én is megköszönöm természetesen a bizottságnak a e-ciklusra szóló munkáját, és mindazoknak, akik segítették a munkánkat. A ciklust lezáró utolsó testületi ülés előtt a első féléves gazdálkodást vizsgálja meg az önkormányzat, amiben látható, hogy az adóbevételek a tervezethez megfelelően alakulnak, azok a beruházások, amelyek megtörténtek, azok időarányosan teljesítésre kerültek. A nyári felújítások, egyebek, minden megvalósult, az intézmények gazdasági hivatalán keresztül a KHT-nek a felújításai. Tehát mondhatjuk azt, hogy az időarányos rész az teljesült, és így a bizottság teljes szívvel ajánlja a képviselőtestületnek az első fél évi gazdálkodásnak és a beszámolóját elfogadásra. Ezen kívül az intézmények gazdasági hivatala átköltözik a Vasari iskolából ide a Fischer ház mögötti helységbe, amelynek most zajlanak az aláírás, illetve a felújítási munkái, és ezért módosítanunk kell az intézmények gazdasági hivatalának a telephely változását, valamint a két összevont intézmény, a Bergen-Gócia óvoda és a Szivárvány óvoda, hiszen köztudott az, hogy a Bergen-Gócia óvoda az betagozódik a Deszti óvodához, és a Szivárvány óvoda pedig a Kincseskert óvodához, és ezért ki kell vonnunk, illetve ki kell vennünk a IGH-nak a feladat köréből ezt a feladatnak a megoldását. Ami nagyon fontos még, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel egy előszerződést és szerződést is köt a képviselőtestület, hiszen a természetvédelmi terület a geológiai múzeum, és ezzel kapcsolatosan, hiszen az egyetemhez tartozik, egy képzési kurzust szeretne indítani akár a Eötvös Loránd Tudományegyetem és a természetesen a önkormányzattal közösen, és ez idén is csatlakozik a Bursa Hungarikához az önkormányzat. Köztudott az, hogy az önkormányzat ebben az évben a költségvetésben 4 millió forintot különített el erre a feladatra. Itt 5000 forinttal per pályázóval járul hozzá az önkormányzat, és ugyanakkor pedig az állami támogatás kiegészül 10.000 forintra, hiszen az is plusz 5000 forint, és ennek függvényében a Bursa Hungarikát továbbiakban szeretné az önkormányzat folytatni, és hát a pályázati kiírások az majd így október környékén történnek meg. A megfogalmazott ajánlásokról a testület pénteken dönt majd.